Tehát a mai napra akkor a konfliktusokról egyeztünk meg, hogy erről fogunk beszélni. És ez most egy icipicivel több antropozófia lesz benne, mint ami korábban a korábbi előadásokban volt. És ezért attól, akinek... De ez is csak olyan lesz, hogy szerintem ez mindenki számára érthető lesz. És semmiképpen nem akarom úgy csinálni, hogy valamilyen nehéz vagy bonyolult dolog legyen. Ugye ahhoz, hogy megértsük ezt az egész történetet a konfliktusokkal kapcsolatban, szükség van arra, hogy valamilyen módon megértsük azt, hogy épül föl az a világ, amiben mi itt most élünk, és az a világ, amiben azok a lények, akik az érzékfeletti világban vannak, és ugye akikkel kapcsolatban ugye az antropozófia sokat foglalkozik, hogy azok hogy helyezkednek el. És ezért egy pár szóban elmondanám, hogy mi is történik akkor, amikor az ember megszületik, és mi történik vele akkor, amikor meghal, azaz kilép a földi életből. Ugye, ha belegondoltak, akkor általában az ember úgy szokott rá gondolni, vagy úgy is beszélnek róla, hogy elment, fölment az égbe, hogy ez egy ilyen természetes dolognak tűnik, hogy így az ember fölemelkedik. De valójában az történik, amit egyébként messze nem az antropozófia, hanem minden más ezoterikus áramlat is, illetve hát az orvostudomány is tulajdonképpen így ír le, mert amikor az ember a halálával elszakad a fizikai testétől, akkor a tudata elkezd kitágulni. Ugye azokat a halálközel élményeket, amiket így a kórházakban meg a különböző helyeken gyűjtenek, azok mind azt írják le, ugye akik ilyen 5-6-7-8 percig halottak voltak, és utána visszajöttek, ezek az emberek mind azt mesélik el, hogy először azt látták, hogy mintha fölülről néznék magukat, hogy ott az orvosok ott vannak az ágya körül, és akkor ott kétségbe esetten intézkednek, meg sipollak a különböző lámpák, meg minden, és akkor egyszerre egyre többet kezdett látni, és vagy a tudatával így átfogni, és ma azt is látta, hogy megjön egy mentő a kórház előtt, meg ott kiszállnak az emberek, és hoznak valakit, hogy a folyosó mi van, és egyszerre mint egy így érzékelni tudta azt, hogy hol mit beszélnek az emberek, ki mit gondol, és tulajdonképpen azt kell megérteni, hogy amikor ebből a pontszerű tudatból, amiben most vagyunk, ebből a fizikai testből kilép a lelkünk és a szellemünk, ugye a test, lélek és a szellem hármasságából elszakad a nem fizikai részünk, a fizikai testünktől, akkor egy tágulási folyamaton megy keresztül, és ez a tágulási folyamat ebből a pontból egészen odáig fog tartani, amíg a szellemvilágnak az a része van, amiben ez az egész történet, ahol a mi életünk és a mi hozzánk kapcsolódó szellemi lényeknek a világa van. Ez egyébként egy jól behatárolható terület, mert a 12 zodiákos által behatárolt térben van, játszódik le az egész történet velünk, és ez azt jelenti, hogy amikor meghalunk, akkor elkezdünk kitágulni, és folyamatosan tágulunk, és egészen kitágulunk addig, amíg ez a 12 zodiákos által határolt teret be nem töltjük. Ami ugye egyben azt is jelenti, hogy egy időben egyszerre minden olyan lélekkel, vagy minden olyan szellemi lényel, aki korábban már inkarnálódott a Földön, és mit tudom én, a nagypapánk van, papánk volt, a nagypapánk volt, a dédnagypapánk volt, mindenkivel ugye együtt, mivel ők már ebben a világban vannak, együtt vagyunk, együtt közösen töltjük ki ezt a teret. Tehát nincs elkülönülés többé. Tehát azt az egységet, amit mi itt a Földön nagyon szeretnénk, amikor mindenki egy, de mégis különbülök van, az ott abban a pillanatban megvalósul. És akkor ez a tágulás, ez folyamatosan tart egészen addig, amíg ezt a határt elérjük, és akkor van az a pont, amikor maximálisan kitágult a tudatunk, és akkor utána elindul visszafelé ez az egész, és a következő inkarnációban pedig megint, amikor megszületik a kis fizikai testünk, akkor abba, mint egy beleszorítjuk ezt a hatalmas szellemi lényt, aki mi vagyunk valójában, és akkor megint itt élünk ebben a pontszerű tudatban a Földön, és aztán, amikor meghalunk, megint kitágulunk, és gyakorlatilag ez a ritmikus, kitágulunk, összeszűkülünk, kitágulunk, összeszűkülünk, ez az egyik inkarnációról a másik inkarnációra, gyakorlatilag ez zajlik le. És ez a kitágulási időszak, ez különböző hosszúságú, illetve különböző időt vesz igénybe.
általában 2100 év alatt kétszer születünk meg, ugye ez egy ilyen kozmikus időszak, egy korszaknak az időszaka, és ez azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 1000 évet vagyunk körülbelül fönt ebben, vagy távol vagyunk, töltjük ki ezt a teret, és ebben a 2100 évben mondjuk ilyen 2070-80 évet vagyunk itt lent, ebben a pontszerű tudatban, a fizikai testünkben. Na most, hogyha ezt a zöld kört tekintjük a Földnek, tehát azt mondjuk, hogy ez a Föld, és ezen ugye a fizikai testünkkel élünk, akkor az első rész, amiben beletágulunk, az az asztrálvilág, ez a léleknek a világa, és azért rajzoltam ezt így, mert itt még van még egy nagyon kicsi kis tér, ami a Föld és a Hold közötti szakasz, ez az éteri világ. És ez az éteri világ tulajdonképpen úgy az történik, hogy a halál után 3 nap alatt az éterteste az embernek felbomlik, és beleolvad ebbe az éteri világba, és amikor 3 nap után felbomlott az éterteste, akkor a lélek átlép a lélek világba, az asztrál világba, ami 3 bolygószférát ölel át, és a Holdtól a Napig tart, ugye a Holdtól először van a Merkur, aztán a Vénusz, és utána a Nap, és akkor a napszféráig tart ez az asztrál világ, aminek van egy ezoteriában közösen használt neve, ez a kamalóka. Most lehetne erről nagyon sokat beszélni, de ez most nem a mai napunknak a téma, hogy mi történik ott az emberrel a kamalókában. A lényeg az, hogy a kamalóka tulajdonképpen az a területe ennek a világnak, és ebben a tágulási időszakban, ami körülbelül 3-szor annyi, mint amennyi ideig itt éltünk a Földön, tehát ha valaki 80 évet élt, akkor átlagban 240 évig tart az, hogy innen az ételvilág határától a tudata kitágul annyira, hogy túllép az asztrál világot. Ebben az időben van az, amit egyébként a Bibliában pokolnak neveznek, amikor az ember saját maga visszatekint az életére, és minden dolgot, amit a világon csinál, akár bármilyen szándékkal csinálta, nem a szándékot látja, hanem azt, hogy mit okozott a másik emberben, és ugye ezért van a pokol tüze, vagy ezért is mondják azt, hogy ez a megtisztulásnak az időszaka, mert az ember tulajdonképpen itt néz szembe azzal, hogy mi mindent csinált ő itt a földi életében, és ahelyett, hogy azt élte volna, ami a küldetése volt, mennyi örültséget, meg bolondságot, meg mennyi katasztrófát okozott az életével. Tehát ez a szembenézés időszaka. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor utána átlép az ember egy olyan szakaszban, aminek az a neve, hogy Dévahán. Ez az egész az. Ez pedig a szellem. Ez a szellemnek a világa. Ugye ez volt a lélek világa. Itt a lélek tulajdonképpen feloszlik. Tehát amikor az asztrál testünkkel, itt az asztrál világon beleolvad az asztrál testünk, és akkor marad az énünk, a szellemi részünk, azt tágul tovább, és belekerül a Dévahánba, és annak 2 része van az alsó és a felső Dévahán, itt is mindenféle dolgok történnek vele, és én nem akarok belemenni, akkor az egész időnket ezzel el tudnánk tölteni, hogy mi minden történik, de a lényeg az, hogy az alsó Dévahán van egy alsó, és van a felső. És ennek a határa, ez tulajdonképpen a naprendszer bolygóinak a határa. Tehát ugye azt mondjuk, hogy itt van a nap, és akkor ezen a szakaszon van még a nap után következő bolygók, ugye a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz. Ez az a 3 bolygószféra. És akkor, amikor átkérünk a felső Dévahánba, akkor ott már kilépünk a naprendszer bolygói által határolt térből, és gyakorlatilag ez az a tér, ami a 12 zodiákus jegy és a Szaturnusz bolygószféra közötti tér. Erről csak annyit mondanék, hogy ez az a hely, ahol az ősképek vannak. Tehát minden Földön lévő dolognak a szellemi ősképe az itt van ebben a szférában, és ebben a szférában pedig azok vannak, ami azzal kapcsolatos, hogy ezek az ősképek élnek, ezek adnak életet neki, ezek adnak neki mozgást, értelmet és mindent. Tehát gyakorlatilag
Ez a három lényeges szféra van, amiben beletágulunk, és ebben a szférában különböző lények élnek. Ugye az első szférában, a lélek világnak a szférájában élnek azok a lények, amit a leginkább ismerünk, az angyalok, arkangyalok és az archájok. Ugye ezekkel vagyunk a leginkább kapcsolatban, hogy ezek vannak a legközelebb hozzánk. És a következő szférában már ugye olyan lények élnek, akik itt a földi dolgoknak mindenféle értelmet adnak. Ugye ezek azok a lények, akiket úgy hívnak, hogy a forma urai, a mozgás urai, tehát azok a szellemi lények, akik a földi formákat meghatározzák. Ugye a mozgás urai azok, akik ezeket az élettelen dolgokat itt mozgást adnak, tehát a mozgást hozzák létre itt a világban. És a harmadik lény, az pedig a bölcsesség urai. És ezeket meg lehet találni mindenféle antropozófus előadásokban, meg mindenféle lexikonokban, mindenhol. De ennek ellenére még a felső Dévahámban lévő ugyanígy három részre oszlik. Ott az akaratnak, a harmóniának és a szeretetnek a szellemei élnek. Most ezeknek van akarat, harmónia és szeretet. Ez a három van a felsőben. A középsőben, itt az alsó Dévahámban pedig a forma, a mozgás és a bölcsességnek a szellemei élnek. Na most ez azért érdekes, mert ugye egyet, mondom, melyiket? Az angyal, arkangyal és az archék. Angyalok, arkangyalok, archék. És ez azért érdekes csak, és azért mondtam ezt el ilyen részletesen, mert egyetlen egy előadásban egyszer a Rudolf Steiner arról is beszélt, hogy a föld kéreg alatt ugyanígy három hierarchia csoport van, mint ezek, mégpedig ezeknek a hierarchiáknak az ellentétei, az ellen hierarchiák. És ezek az ellen hierarchiák tulajdonképpen próbálnak hatni az emberre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy azokat a pozitív dolgokat, amiket itt ezek a hierarchiák csinálnak, azokat a pozitív dolgokat ők a negatívjára fordítsák. És ugyanúgy egy-egy ilyen szférában, ugye három szféra van, háromféle lény lakik, és három lénynek a lakóhelye, és az első szféra, ami a legközelebb van a Földhöz, ez a luciferi ellenerőknek, vagy a luciferi lényeknek a szférája, és ott az ellen angyalok, ellen arkangyalok és ellen archék vannak. Tehát tulajdonképpen pont, mondjuk ez egy elnevezés, azt mondja Steiner, hogy nagyon nehéz ezt olyan fogalmakkal leírni, ami valójában van, de ezek a luciferi lények itt, ezek, akik a legközelebb vannak hozzánk, mert már ingyen itt alattunk gyakorlatilag itt kezdődnek, ők azok, akik mindent, amit az angyalok, arkangyalok és az archék csinálnak, megpróbálnak az ellentétére fordítani. És akkor jön a következő szféra, ugye abban ennek az alsó Dévahánnak az ellenlényei élnek, ami mit jelent? Hogy az ellenforma, az ellenmozgás és az ellenbölcsességnek a lényei élnek ott. És ugye ezek azok a lények, akik tulajdonképpen megpróbálnak minden formát az ellentétjére fordítani, minden mozgást az ellentétjére fordítani, és a bölcsességet is gyakorlatilag kifordítani, és egy ilyen antibölcsességet csinálni belőle. És aztán végül is van a harmadik szféra, ez a második szféra, ezek arimánikus jellegű lények. Tehát az első három az luciferi volt, a második három az arimáni jellegű volt, és akkor jön a harmadik, ők asszúrák. Ugye az asszúrák azok a legkeményebb ellenerők így ma a világban, akikkel kapcsolatban vagyunk, ők már teljes egészében az énnek az elpusztítását, az emberi énnek az elpusztítására törekednek. És itt ők belőlük is három van. Ugye itt fönt voltak az akaratnak az urai, ugye a harmóniának és a szeretetnek az urai, és ezért aztán ugye itt olyanok vannak, akik az akaratot az ellentétére fordítják, akik a harmóniát az ellentétére fordítják, és az abszolút szeretetlenségnek a szellemei. És ezért aztán ezt a harmadik réteget, itt ami a Föld ma körül van, ezt a fekete mágia központjának és a fekete mágia kiinduló pontjának is nevezik, mert onnan már olyan életellenes erők jönnek, amik itt fönt a Földön élők számára, mint a fekete mágia jelennek meg, és nagyon durva hatások van.
Most majd ezzel majd, amikor itt a konfliktusokról beszéltünk, majd annak a végén fogunk újra találkozni, mert gyakorlatilag ez a három lénycsoport, tehát ezek a Luciferi, Arimani és Asszúra lények, ezek azok, akik elsősorban élvezik azt, hogy az emberek összevesznek egymással, és mivel szellemi lények és erősen tudnak ránk hatni, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az emberek mindig mindenhol konfliktusba kerüljenek egymással. Ez az a kép, amit így most nagyon leegyszerűsítve néhány perc alatt el lehet erről mondani. Most nyilván remélem érzitek, hogy tényleg ez csak ilyen nagyon eszenciája ennek, és lehet, hogy egy csomó dolog hiányzik ahhoz, hogy az ember ezt jól megértse, de talán azt, hogy van egy, mondjuk egy jó oldala, van egy olyan oldal, amelyik magát a világot teremtette, és azon dolgozik, hogy a teremtés szerint az emberi fejlődés menjen előre, és az következzen be, ami a teremtésnek a célja volt, és a Föld alatt pedig van egy réteg, amelyik ugyan ennek a tükörképe, és mindent megtesz azért, hogy ez ne sikerüljön, és mindent megpróbál az ellentétébe fordítani. És ezzel most elérkeztünk oda, hogy akkor nézzük meg a problémákat, meg a konfliktusokat az életünkben, ami ugye ezeknek a lenti barátainknak a kedvenc foglalkozottsága. És hogyha a konfliktusokra ránézünk, akkor először is azt kell mindenképpen a tudatunkba emelni, hogy az emberek ma alapvetően kétféle mentalitással közelítenek meg egy konfliktust. Ha most itt azt mondjuk, hogy konfliktusok, akkor azt lehet mondani, hogy kétféle alapvető mentalitás van, és az egyik mentalitás az az, ami a, mondjuk úgy, hogy az Arimani oldal, mert ugye azért ezt úgy sejtitek, hogy ebből egy inga lesz. Mindig. Az Arimani oldal ugye az, amelyik azt mondja, hogy a jó ember, vagy az okos ember, az nem hibázik, az okos embernek nincsenek problémái, és minden konfliktust el tud kerülni, hogyha helyesen viselkedik és helyesen teszi az életét, viszont ha valaki nem ilyen, akkor azt meg kell keresni és meg kell büntetni, mert egy rendes embernek nem szabad semmilyen problémát és konfliktust okoznia. És ugye ez egy olyan általánosan elterjedt mentalitás, amit hogy alapjaiban azt írjuk, hogy ha konfliktus van, akkor büntetés. Ugye most itt többen vannak, akik idősebbek. Ugye a régi időkben ez a büntetés, ez a nevelésnek egy teljesen természetes eszköze volt. Ha a gyerek hibázott, akkor meg kell büntetni, vagy kicsit, vagy nagyon megverni. És a szidás az abban az időben még nem volt annyira szokásos. Sőt, ez olyan mértékű volt ez a szemlélet a világban, hogy még az 1900-as évek elején a vállalat, a cégekben, tehát egy gyárban dolgozó ember, ha hibázott, azt ugyanúgy megverték, mint ahogy a földes urak a jobbágyokat megverték, vagy deresre húzták akkor, amikor valamit elrontott, vagy meg akarták büntetni. Tehát maga ez a mentalitás, hogy ez évezredeken keresztül kisísérte végig az emberiséget, hogy azok, akik fönt vannak, azok a lent lévőket megbüntetik akkor, ha azok valamilyen hibát követnek el, azaz valamilyen problémát, krízist vagy konfliktust okoznak azokban a folyamatokban, amiket nekik csinálni kell. És ez a mentalitás, ez ugye abban az időben ez elfogadott volt, tehát ha visszagondolok arra, az én édesanyám az teljesen természetesnek vette azt, hogy őt, az apácák, akik nevelték, azok verték, és mindenféle módon. Kicsit is verték, meg nagyon is verték, attól függően, hogy milyen hibát követett el az életében, de ez ma már ez nem működik. Tehát ma már ugye abból, hogyha ilyen mentalitással állunk hozzá a problémához, vagy valamilyen hibázáshoz, vagy konfliktushoz, ami a világban van, akkor abból nem sülnek ki jó dolgok. És ugye a másik oldalon pedig van a Lucifer, aki ugye azt mondja, hogy konfliktus, jaj ne, hát ebben a gyönyörű rózsaszín világban, amiben élek, hát hogy nincs abban semmi, hát a legkisebb probléma sincs, minden szép, minden jó, mindenki mindenkit nagyon szeret, és ha bármilyen apró kis konfliktus is jelenik meg, akkor az rögtön besöpri a szőnyeg alá, mert hát ugye abban a rózsaszín gyönyörű szeretett világban, amiben ő éli az életét, abban nincsen semmi, soha semmilyen konfliktus nincsen, még a legapróbb probléma sem.
Tehát mondhatnánk úgy is, hogy most nincs probléma. Na most, ugyanúgy, ahogy a büntetéses megoldás, ugyanúgy ez a rózsaszín felhőben való élés, és úgy gondolni, hogy az én életemben sohasem ilyen konfliktus nincs, mind a kettő egy tragédia. Mert hogyha ugye ez a szőnyeg alá besöprésnek a tipikus példája, ami ugye így szoktuk népiesen, vagy így a hétköznapban hívni, ha én besöpröm a szőnyeg alá a problémát, akkor mi lesz belőle? Hát tovább eszkalálódik a konfliktus, és egyre erősebb és erősebb lesz, és egyszer már nem lehet besöpörni a szőnyeg alá, és akkor ilyen robbanásszerűen, mint egy ilyen tragédia fog megjelenni. És ugyanezt történik ezen az oldalon is, mert soha még egyetlen egy ember se fejlődött vagy változott meg azáltal, hogy megbüntették. A büntetéstől az ember maximum csak haragot érez azzal szemben, aki megbüntette, de az neki semmiféle fejlődési, vagy tanulási, vagy változási impulzus nem ad. Most elég, ha csak magamra gondolok, hogy amikor én gyerek voltam, és az apám megbüntetett, akkor egyetlen egy dolog volt csak bennem, hogy legközelebb hogy tudom eltitkolni előre azt, hogy velem ez történt, hogy ne verjem meg. De semmit nem változtam. És ahogy így a környezetemben a társaimat is, azok se. Tehát ugye ez mind a kettő gyakorlatilag azt okozza, hogyha megjelenik egy konfliktus az életünkben, azokban a folyamatokban, amiket élünk, először csak egy kisebb probléma formájában, aztán később egy nagyobb probléma formájában, akkor egyszerűen nem foglalkozunk vele igazán úgy, hogy meg tudjuk oldani azt a problémát és valamit kijavítsunk. Azaz mondhatnánk úgy is, hogy egy óriási lehetőséget az életünkben arra, hogy a folyamatokban bekövetkező hibákból tanuljunk, ezzel a kétféle mentalitással egyszerűen kidobunk az ablakon, és nem vagyunk hajlandók változni, hanem ragaszkodunk ahhoz, hogy amilyenek mi vagyunk, az úgy jó, és azt a folyamatot úgy kell tovább csinálni, és nem vizsgáljuk meg, hogy mit is okoz, mit is kellene tenni valójában, hogy ez a probléma ez ne következzen be legközelebb. Tehát tőlem se kérdezték meg, hogy tudnak nekem segíteni abban, hogy ezt vagy azt ne csináljam, hanem megvertek. Most, hogyha lehet, hogy leültünk volna és megkérdezik, hogy miért rágom a körmömet, és arról beszéltünk volna, hogy lehet azt elkerülni, hogy egy gyerek ne legyen olyan ideges, hogy rágja a körmét, akkor lehet, hogy megszűnik. De a veréstől nem múlt el, csak még rosszabb lett a helyzet. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy ez a kétféle mentalitás, ez semmiféle konfliktus kezelésre, konfliktus megoldásra, az életünkben megjelenő problémának a megoldására nem alkalmas, egy dologra biztos, hogy tovább eszkalálódik a kérdés. Most ugye nyilvánvalóan ugye ebből az következik, hogy valamilyen harmadik mentalitást kellene kialakítani, és ugye ez lenne az a középút, amelyiknek az lenne a célja, hogy mégse szélsőség legyen, és a középút az tulajdonképpen az a mentalitás, amelyik azt mondja, hogy egy probléma, egy krízis, egy konfliktus azért jelenik meg az életemben, mert azt akarja mutatni, hogy amit ahogyan a dolgaimat eddig csináltam, az nem jó, vagy már nem korszerű, vagy már nem felel meg az elvárásoknak, és meg kell változni. Ez a mentalitás ez azt mondja, hogy ha én nekem valamilyen probléma van az életemben, valamilyen krízis jelenik meg, akkor abból nekem tanulni kell. Mondhatnánk úgy is, hogy egy óriási fejlődési lehetőséget ad. És akkor most ugye, ha már tényeket is írtuk, akkor hogy most írjuk ide a Mikkát. És azt mondjuk, hogy a konfliktus az egyenlő tanulás. Tanulási lehetőség, fejlődési lehetőség, valamilyen a megváltoztatási lehetősége. De ahhoz, hogy az ember ezt egy ilyen helyzetben, ilyen két szélsőséges mentalitás mellett, ami ma a világot uralja, mert azért, ha belegondoltok, ez a kettő ezt teljes mértékben eluralkodik a világban, ugye a kormányok, a hatóságok és az összes maguknak hatalmat vindikáló szervek, azok gyakorlatilag erre álltak rá, és azért egy csomó helyen az emberek maguk is, és a közösségek is maguk is így élnek, hogy hát jó, ha nem beszélünk a problémákról, akkor nincs. És most mielőtt még ezt itt elkezdenék elemezni, most gondoljatok bele, hogy milyen is lehet egy olyan közösség, amiben ez a két mentalitás uralkodik. Milyen lehet egy olyan közösségben élni és dolgozni,
ahol mondjuk a tanároknak az egyik fele büntetés mentalitású, vagy ő ezt hozta magával, a másik fele meg ilyen. Vagy egy cégnél, ahol a munkatársak egyik fele úgy gondolja, hogy aki hibázik, azt meg kell büntetni, a másik fele meg nem is akar róla beszélni. Most gondoljátok, hogy amikor megjelenik egy probléma, és mondjuk egy értekezleten vagy egy konferencián azt mondjuk, hogy kezdjünk erről a beszélni, akkor az egyik fele értetlenül néz, és azt mondja, hogy hát nálunk nincs is a probléma, hát itt minden rendben van. Hát ne bántsuk már azt a szegény, hát nincs semmi gond, jaj, ne. A másik meg ugye szeretné azt mondani, hogy na oldjuk már gyorsan meg, csapjuk le, vagy szidjuk meg, vagy csináljunk vele valamit, vagy vonjuk meg a prémiumát, bármi, aztán már menjünk tovább. De egyik se kezd azon gondolkozni, hogy mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy üljünk le közösen, és nézzük meg, hogy abban a folyamatban, amiben ez a krízis probléma, vagy akár a kezdődő konfliktus felmerül, hogy abban a folyamatban mi okozza ezt. És hogy ha most én tudom, ha tudomásul veszem azt, hogy egy szellemi lény vagyok, aki mindenféle szellemi szférákon keresztül inkarnálódik, és hogy tulajdonképpen a saját sorsomat saját magam hozom létre, hogy akkor még esetleg azt is hozzávehetnénk, hogy a saját életemben megjelenő konfliktusokat én magam hoztam létre azért, hogy azokban a pontokban én tanuljak belőle. És ugye a Steiner az egy nagyon, éppen ma küldte át megint az egyik barátom azt az idézetet, mert megint olvasta a könyvben újra, és kivette, hogy a Steiner azt mondta annak van az időben a hallgatóinak, hogy sokan közületek a 20. század végén újra inkarnálódni fogtok, és most vegyétek tudomásul, hogy azok a nehézségek, amivel a 20. század végén találkozni fogtok, azokat ti most magatoknak készítettek elő azért, hogy ott azokat megoldjátok, mert azok a nehézségek és konfliktusok azok mind azért vannak, hogy meg tudjátok oldani. Tehát tulajdonképpen a nagy konfliktusokban is ugyanolyan érintett előkészítők vagyunk, mint az életünknek a kicsi konfliktusaiban is. Ebből a számomra, és ugye ezeknek a számára, az ilyen gondolkodás számára az következik, hogy az életem minden konfliktusa azért van, hogy abból én valamit tanuljak, valamit megváltoztassak magamban, több legyek és elkezdjek fejlődni. És hogyha így nézünk erre a dologra, akkor az a három szociális minőség, amivel eddig foglalkoztunk, ugye a bizalom, a kérdéskultúra és a határok meghúzása, az alapvetően fontos ahhoz, hogy ez a dolog ez bekövetkezhessen. Mert ugye ez a társaság, ennek a számára a konfliktus az egy tanulási lehetőség, tehát ez egy produktív hozzáállás. Tehát ez egy olyan hozzáállás, amelyik valami újat hoz létre, valami mást hoz létre, mert ez a két hozzáállás ez abszolút improduktív. Ez konzerválja azt, ami volt, semmi nem változik, minden marad. Nincs erő arra, hogy valami döntést hozzanak, de ez azáltal, hogy hajlandó foglalkozni vele, ezáltal ezekben az emberekben, akik ezt magukban ki tudják fejleszteni, egy bátorság jelenik meg, hogy elég bátrak ahhoz, hogy egy konfliktusban valami döntést hozzanak arról, hogy valamit megváltoztassanak. És ugye beszéltünk arról, hogy a bizalom, ha képes vagyok ezt a bizalmat a közösségemben élni, akkor az egy bátorságot fejleszt ki az emberben. Ugye ez a szociális erénynek a lényege, hogy egy mindenféle belső tulajdonságaim erősödnek meg, és ahhoz, hogy én ilyen módon álljak ehhez a dologhoz, erre a belső bátorságra szükség van. De nem elég, mert amikor bekövetkezik a konfliktus, és azt mondom, hogy jó, én ezzel foglalkozni akarok, és valamit meg akarok változtatni, és egy döntést akarok hozni, jó döntést csak akkor lehet hozni, ha előtte föl tudom tenni azt a kérdést, hogy mit is tudok én ebből tanulni? Mit akar tőlem ez a konfliktus? Mit akar ez nekem megmutatni? Miért van az életemben pont most ez a konfliktus? És hogyha én föl tudok tenni egy kérdést, az azt jelenti, hogy abban a pillanatban egy pillanatra kilépek abból a konfliktus helyzetből, egy pillanatra nyugalomba kerülök, fölteszem a kérdést, és ugye, ahogy arról beszéltünk, hogyha helyesen élek a kérdés kultúrával, akkor egy picit türelemmel kivárom azt a választ, ami megjelenik, azaz, mi történik addig abban az időben? Hát önuralommal
uralkodom magamon, és nem adom át magam annak a konfliktus helyzetnek, vagy annak a helyzetnek, ami ott van, azaz nem engedem, hogy ezek a szélsőségek, vagy más dolgok helyettem ott döntsenek. Tehát erre mindenképpen szükség van, és amikor a döntés megtörténik, az tulajdonképpen nem más, mint egy határhúzás. Azt mondom, hogy nem tovább, csak eddig, vagy akár visszalépek, vagy új határokat húzok, de gyakorlatilag a konfliktusnak a megoldása az mindig arról szól, hogy valamilyen határt meg kell húzni, és azt akkor határozottan meg is kell tartani. És ehhez mi kell? Hát ez az kell, ugye, ami a harmadik minőség volt, a lélek jelenlét, vagy hogy énként jelen lenni a saját életemben. És ugye majd ezt az énként jelen lenni minőséget, ezt majd még fogjuk érinteni, mert az egész konfliktus kérdésnek talán ez a legfontosabb eleme, vagy a legfontosabb része. Tehát azt kell mondani, hogy ma a mai emberi tudatossághoz és az ember fejlődéséhez ma a leginkább passzoló hozzáállás egy problémához, egy krízishez, egy konfliktushoz az életünkben az, hogy azt úgy tekintjük, mint egy tanulási lehetőséget, egy változási lehetőséget, és hogyha ezt meg tudom tenni, hogy ezt egy felfokozott lehetőségnek tekintem, egyébként is lehet tanulni, de amikor konfliktus formájában mutatkozik, akkor az az, hogy nagyon kellene már változtatni valamit, nagyon kellene valamit másképp csinálni, akkor ezzel egészen jelentős dolgok tudnak történni. És egy olyan érdekes törvényszerűség lép életbe, amit egyébként az ember olyan nagyon nem szokott használni, vagy nem tudatosítja magában, hogy az én egyéni változásomon keresztül megváltozik a körülöttem lévő világ is. Tehát ha én megváltozom, az megváltoztatja a közösségemet is, azért, mert a közösség fejlődése az össze van kötve a közösség tagjainak az egyéni fejlődésével. Ami ugye azt jelenti, hogyha én egy konfliktusban vagyok valakivel, és nem merülök bele, és nem megyek neki teljes erővel, ugye majd a különböző fokozatait a konfliktusnak megbeszéljük, hanem képes vagyok egy pillanatra önuralommal visszahúzni magamat, és azt mondani, hogy ránézek erre a helyzetre, és megváltozom, csak egy icipicit is, az abban a pillanatban megváltoztatja az egész konfliktust, ami kettőnk között van, anélkül, hogy a másikban bármi is történt volna, de mégis megváltozik ez az a kapcsolat, ami létrejött. Tehát ugye egy nagyon fontos dolgot fedez fel az ember, hogy az én egyéni változásom megváltoztatja a környezetemet is. És akkor, hogyha az ember erre a változásra rájön, akkor egy csomó érdekes dolog tud történni az életében. De mielőtt ebbe belemennék, egy másik kérdést még gyorsan szeretnék bemutatni nektek, mégpedig azt, hogy legalábbis így szellemtudományos szempontból nézve, mi az a alapvető két ok, ami miatt az emberekben konfliktus keletkezik? Ja, hogyha az okokat nézzük, akkor az első az, hogy most egy olyan korszakban élünk, amikor a korábban egységes emberek, az egység érzetét át is élő emberek, tehát nem csak úgy beszéltek, hanem meg át is élték, hogy minden ember egy, és nem csak az emberek egyek, hanem egyek vagyunk azokkal a szellemi lényekkel is, akikről az előbb beszéltünk, hogy ez gyakorlatilag most ez a teljes szétválás korszakában élünk, és nem csak a szellemi lényektől váltunk el, hanem egymástól is. Tehát a különválás, az énné válás korszakában élünk, és ez az énné válás, ez azt jelenti, hogy én abszolút különbözöm a másik embertől, és minden egyes dologban különbözöm tőle. Másképp gondolkodom, másképp érzek, másképp akarok. Na most ez azt is jelenti sajnos, vagy ezzel egy időben ez egy természetes következménye annak, hogyha viszont azt tapasztalom, hogy valaki amit én, másképp gondol valamit, amit én gondolok, akkor az fölidegesít. Hát hogy gondolhatja ő, hogy úgy, mikor az úgy van jól, ahogy én gondolom? Tehát ugye ez az egoizmusnak, ami ebből következik, hogy ez egy teljesen természetes következménye az egoizmus, ugye? Annak az alapvető eleme az, hogy hát mindenkinek úgy kellene gondolni, ahogy én. Mindenkinek úgy kellene érezni, ahogy én érzek,
És mindenkinek úgy kellene gyakorlatilag tenni, ahogy én teszek. És hát most nem akarok túl sok példával terhelni benneteket, de most csak gondoljatok arra, hogy micsoda viták lehetnek olyan egyszerű dolgokból, hogy mit tudom én, hogy nyomod ki a fogkrémet a tubusból. Fölcsavarod-e a végét, vagy nem? Vagy hogy teszed be a mosogatógépbe a dolgot, vagy hogy hajtod össze a pulóveredet, vagy az oknidat, vagy hogy rakod be a szekrénybe, és ezek apró kis dolgok, de ezek pontosan azt mutatják, hogy a legeslegapróbb eltérés is attól, amit én helyesnek gondolok, érzek és akarok, fölidegesít, és egészen komoly érzelmi kitöréseket hozhat létre, és ezekben az érzelmi kitörésekben az ember olyan dolgokat mond és csinál, amit egyébként józan állapotában nem is csinálna. És hát most nyilván, hogyha most ez lenne a feladat, végtelenségig lehetne sorolni ezeket a különböző konfliktusokat, amik abból adódnak, hogy én, mint én, úgy gondolom, hogy az lenne a helyes, amit én csinálok, és minden felidegesít, és mindenből problémát csinálok, hogyha valami más van. És ugye ez egyébként ugye akkor azt is jelenti, hogy ha ez így van, akkor ezek az érzelmi hullámok, ezek ugye azért fokozódhatnak, és hát nagyon durva veszekedés is lehet egy ilyen nevetségesen egyszerű dologból, mint amit az előbb felsoroltam. Sőt, hát most nem, azt még itt akár verekedhetnek is az emberek, tehát hogy egészen durva szintekig elfajulhat ez. És hát ez értelemszerűen ez az egyik fő oka annak, hogy ma az emberek között rendkívül sűrűn és sok konfliktus van. De van egy másik dolog, és ez egy sokkal mondjuk nehezebb kérdés, mert ez inkább egy szellemtudományos kérdés, annak ellenére, hogy a mai modern pszichológia számára is egy teljesen elfogadott dolog, hogy az embernek van egy árnyék lénye, ezt doppelgengernek hívják. Csak hogy ugye a pszichológiában ezt nem tekintik egy lénynek, ez nem egy élő lény ez a doppelgenger, ez az árnyék lény, ugye a doppel, az a dupla, és a genger az pedig a lényiséget jelenti. Tehát olyan az árnyék lény a magyar fordítás ennek a doppelgengernek. Csak hogy az antropozófia ezt egy lénynek tekinti, mégpedig egy olyan érdekes lénynek, amelyik az földi inkarnációnk, tehát amikor az összesűrűsödési folyamat egészen ott tart, hogy már beleérkezünk a fizikai testünkbe, tehát a megszületés előtti pillanatban, 3-4 nappal előtte, ebbe a fizikai testbe, még mielőtt a mi lelkünk beleszületik, belemegy egy szellemi lény. Ez egy olyan szellemi lény, ez a doppelgengernek hívják, amelyiknek Arimani és meg Luciferi tulajdonságai is vannak, és ez a lény, amikor mi a lelkünk is megszületik, a fizikai testbe is megszületünk, akkor tulajdonképpen úgy kell megérteni magunkat, hogy nem csak mi vagyunk benne a saját testünkben, hanem ez a doppelgenger is mindig ott van velünk, és folyamatosan velünk él. Egy tudattalan részünk, a tudat alattinkban van, mert nem tudunk róla, csak bizonyos jelenségekből jövünk rá, és ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy mik ezek. Még először fölolvasnék egy rövid idézetet, hogy hogy mondja el Rudolf Steiner ezt a történetet. Ugye ő azt mondja, hogy röviddel a születésünk előtt, nem nagyon sokkal előtte, ez tényleg néhány nap, alkalom nyílik arra, hogy a lelkünkön kívül még egy másik szellemi lény is helyet foglaljon a testünkben, a testünk tudattalan részében. Ez tehát így van, hogy röviddel a születésünk előtt áthat bennünket egy másik lény. A mi terminológiánk szerint ez egy arimani lény, a doppelgenger. Ez éppen úgy bennünk van, mint a saját lelkünk. Ezek a lények, akik az életüket ezáltal teljesítik ki, hogy az embereket felhasználják arra, hogy abban a szférában élhessenek, amelyben ők akarnak. Ezek a lények rendkívül magas intelligenciával rendelkeznek, és egy jelentős mértékben fejlett akarattal is, de nincs lelkületük. Nem rendelkeznek azzal, amit az emberi lelkületnek nevezünk. És ennek következtében úgy haladunk át az életünkön, hogy van egy saját lelkünk, és van még egy olyan lény bennünk, aki sokkal okosabb, sokkalta okosabb, mint mi.
és rendkívül intelligens, mert arimani intelligenciája van. És ehhez járul hozzá még egy arimani akarat is, egy rendkívül erős akarat. Tehát azt kell megérteni valahogy, hogy bármennyire is furcsa, egy hármasság van az emberben, és ezt a hármasságot talán úgy lehetne a legjobban felrajzolni, hogy van egyszer maga az a fizikai test, amiben élünk, amit most így mindannyian ismerünk és látunk, és amin keresztül a világban vagyunk, és akkor van egy másik, egy ilyen, az az énünk, és van egy harmadik részünk, az pedig a doppelgengerünk. Ez a doppelgenger. És akkor ez a három rész az, amiből mi valójában állunk, és tulajdonképpen a doppelgenger és a szellemi énünk között vagyunk mi, minden pillanatban, a lelkünkkel, és az lenne a feladatunk, hogy e között, a kettő között válaszunk, hogy ennek a hatását engedjük, vagy sem. Mert ugye itt ez az idézet egyébként az előbb, azt elfelejtettem, csak azt a részt vettem ki, amiben az arimani jellegű doppelgengerről beszél, de ahogy mondtam, kétféle van. És ráadásul ugye azt is megmondja, hogy mit akar ez a két doppelgenger lény. Ugye az arimani doppelgenger az azt akarja, hogy ezt a fizikai testet teljes mértékben elfoglalja, és az akaratát az embernek átvegye. Tehát, hogy mivel neki nincs fizikai teste, ezért ő az általa annak a fizikai testen keresztül szeretne hatni a világban, amelyikben él. A luciferi doppelgenger rész, tehát ugye ez a másik fele, vagy a másik minőség, az pedig az embernek a lelkét akarja áthatni. És aztán így ilyen így mindenféle elméletekkel, meg elvekkel, meg vágyakkal próbál uralkodni az ember felett. Na most, tulajdonképpen ez a doppelgenger, ez egy állandó harc bennünk. Mert mi nekünk ugye az lenne a célunk, hogy énként legyünk jelen, szellemi lényként viselkedjünk a világban, ugye ezt már az előző alkalmakkor megbeszéltük, de ez a doppelgenger, ez pillanatilag el tudja érni azt, hogy kiszorítja belőlünk az ént, és átveszi az énnek a szerepét, és azt hisszük, hogy mi vagyunk az, amikor üvöltözünk a gyerekünkkel, vagy a férjünkkel, vagy a feleségünkkel, vagy amikor megverünk valaki mást, nehogy Isten megöljük, miközben az a doppelgengerünk, aki ezeket a dolgokat bennünk csinálja, és csak mert elveszítjük az önuralmunkat. Ugye a nyelv is így beszél róla, hogy annak van önuralma, aki énként van jelen, az önmaga felett uralkodik. És amikor elvesztem az önuralmamat, az azért van, mert a doppelgenger, ami bennem él, az a tudat alattiből kitörve érzéseken keresztül, ugye érzelmekké váló érzéseken keresztül átveszi az irányítást fölöttem. És úgy, ahogy az előbbi példában ugye mondtam, nyilván mindenki számtalan olyan példát tud mondani, amikor szinte érzi is, hogy ez nem is én vagyok. Sőt, hogyha ilyen emberekkel beszélget az ember, vagy ha saját magát egy ilyen esemény után megnézi, akkor tényleg azt mondja, hogy nem is értem, hogy mondhattam ilyet. Vagy hogy csinálhattam ilyet. Hát én nem szoktam ilyet csinálni, és mégis csinálom. Ez azért van, mert normál körülmények között egy valamilyen önuralmal rendelkező ember el tudja ezt a harcot, ezt meg tudja nyerni, és szellemi lényként tud jelen lenni az életében. Azaz nem engedi, hogy a doppelgenger valamilyen módon átvegye az irányítást fölötte, a lelke és a teste fölött. De amikor valami érzelmi probléma van, akár egy ilyen egyszerű kis dolog, és fáradtabb is, vagy ivott valamit, vagy evett valamit, mert sok mindentől függ az, hogy mi segíti ezt elő, előállnak olyan helyzetek, amikor nagyon könnyen olyan ingerlékenyé válik az ember. Például az alkohol az egyik ilyen. Nem véletlenül van az, hogy az alkohol hatás alatt az ember olyan dolgokat csinál, mert másnap nem is emlékszik, de amikor megtudja, nem is érti, hogy ezt hogy lehet, hogy ilyet csinál. Tehát, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, és mondhatnánk úgy is, hogy a mai ember életének a központi kérdése az, hogy képes-e ő az a szellemi lény lenni, aki ő valójában, tehát képes-e énként jelen lenni, vagy pedig átengedi az életét a doppelgengerének. És minél jobban átengedi az ember az életét ennek a kétféle minőségnek, ami benne él, ugye annál szörnyű konfliktusok jelennek meg benne,
és annál szörnyűbb dolgokat művel a világban, amiket ugye most itt mindannyian látunk is, és meg is tapasztalunk. Tehát, hogy valamilyen módon el kell tudni fogadnunk azt a nehéz tényt, mert ez a saját tapasztalatunk is, gondolom mindenki már átért ilyet, mert ezt egyszerűen nem lehet nem átélni az emberek az életében, hogy néha olyan dolgokat teszek, amire meg úgy gondolom, hogy ez nem is én vagyok, és hogyha ezt az ember megérti, akkor azt is megérti, hogy tényleg nem én voltam. Tehát, hogy ezzel nincs baj, hogy ilyet teszek, ha csak azt kell megérteni, hogy nem én vagyok, és az én feladatom az lenne, hogy ne engedjen meg ennek a bennem élő lénynek azt, hogy ezt csinálja velem, hanem én legyek én magam, azaz folyamatosan önkontroll alatt legyek, és az én uralkodjak magam felett, azaz az uram magad nevezítsem el. Pontosan így, amikor egy gyerek hisztizik, az a dopelgénye. Igen, de a gyereknek ugye ez az én, ez nincs még. Kicsi, nincs. Ezért is hisztizik, és nem tudsz mit csinálni. Jobban ki van téve ezeknek a dolgoknak? Nem tudsz mit csinálni, mert az, hogy első pillanattól benne van, tehát amikor hisztizik, meg toporzékol, meg minden, akkor tudod, hogy ez nem a gyereket, hanem a dopelgén gyerek. És hát nem, valamilyen módon le kell csillapítani, ott még nem hivatkozhatsz az énjére, mert egy 21 éves koráig ilyen nincs. Ezért is fontos az, hogy a nevelés során azokat a határokat, amiket egyébként a felnőttek az énjükből kellene meg, a szülők és a nevelők húzzák meg. Mert ugye azon keresztül tudod a doppelgengert kiszorítani, vagy a doppelgenger fölött az uralmat átvenni, hogy határokat húzol, hogy mi az, amit meg lehet tenni, és mi az, amit nem. A saját életedben is. De ugye azt magadnak húzod meg. Egy gyerek esetében azt mindenképpen a szülőknek kell, mert ezt nem teszed meg, akkor szépen lassan átveszi a doppelgenger az egész gyerek fölött az uralmat, és mire megjönne az énje már szegény nem nagyon tud mit csinálni, mert gyakorlatilag hozzászokott ahhoz, hogy doppelgengerként viselkedik. Ugye nem véletlenül mondják azt, hogy a szülőnek kell helyettesíteni a gyereknek az énjét, vagy a tanárnak. Segíteni kell ezt a folyamatot. Na most tehát ugye ez az egész akkor azt jelenti, hogy a doppelgenger az azért van bennünk, hogy tanítson minket arra, hogy önuralommal legyünk és énként legyünk jelen, és amikor nem így történik, akkor ugye rá kell nézni erre a helyzetre, és azt kell mondani, most sajnos elvesztettem az önuralmamat, de visszaszerzem, és legközelebb ezt megpróbálom nem megtenni. Na most nyilvánvalóan, amikor egy súlyos konfliktus helyzet van, de már az elején is, nem az emberek harcolnak egymással, hanem a doppelgengerek. Mert ugye az emberek, az emberi én, az nem harcolna a másikkal. Az énben az ember, az a teljes egységet éli meg. Mert amikor bármilyen konfliktus van két ember között, akkor az gyakorlatilag nem más, mint az, hogy ezek a kis vadállatok, vagy nem tudom, hogy nevezzük őket, ezek elkezdenek egymással harcolni, és mi nem tudjuk elnyomni, nem tudjuk azt mondani, hogy állj, mert egyenlőre nincs meg bennünk az az erő, az a bátorság, vagy az az énként való jelenlét, hogy ezt leállítsuk. De a konfliktusok mindig erről szólnak, és amikor valamelyik ki tud lépni, és azt tudja mondani, hogy na, egy pillanatra most én énként vagyok, mi is történik itt? Na ne. Abban a pillanatban ugye ez a doppelgenger elhallgat, és akkor a másiknak nincs partnere. És akkor hirtelen leáll a konfliktus. Az csak akkor zajlik, hogyha benne vagyunk, és ezek pedig aztán fokozzák, és azt élvezik, ugye mint minden olyan erő, amelyik ugye a föld alatti szférában van, pont az ellentétét, ha mit akar, hogy ne szeressük egymást, ne értsük meg egymást, ne működjünk együtt, mert mindent az ellentétébe akar fordítani. És ez meg is történik. Úgyhogy nem véletlenül foglalkoztunk azzal a három minőséggel, amit szociális erényeknek neveztük, mert az kell ahhoz, hogy le tudja az ember állítani, már egy kisebb konfliktus esetén is a saját doppelgengerét, és meg tudja menteni a helyzetet, és át tudja fordítani valami tanulási helyzetét. Na most ugye az azt jelenti, hogy ha úgy akarunk ehhez hozzáállni, hogy ezt a harcot ezt ne engedjük meg a doppelgengereinknek, hanem mi énként legyünk jelen, akkor ehhez egy pár dolgot ugye meg kell tanulnunk. Egy pár dolgot mindenképpen
ki kell fejleszteni magunkban, és ezek közül a legelső és a legfontosabb az az, hogy meg kell érteni azt, hogy pont az, mindaz, amit eddig mondtam, az azt jelenti, hogy egy konfliktusban a konfliktus partnerek a konfliktusnak az 50-50%-i felelősségét viszik magukkal. Ezt sok esetben nagyon nehezen, vagy nagyon fájdalmasan érti meg az ember, vagy fogadja el. Van, aki egyáltalán nem is hajlandó elfogadni azt, hogy ez így van. De ha megértjük mindazt, amit elmondtam, hogy ezek általában a konfliktus az életünkben egy karmikus következmény miatt jön létre, mi szinte mi magunk készítettük elő magunknak azt, hogy egy ilyen helyzetbe kerüljünk, és a mi megváltoztatásunk keresztül az egész konfliktus meg lehet változtatni, ebből talán így azért el lehet fogadni azt, hogy hát ha én változom, akkor az én 50%-om, ha megcsináltam, már gyakorlatilag nincs is több konfliktus. Hogy el lehet fogadni azt, hogy az gyakorlatilag ez az egyenlő arányban vagyunk részesei egy konfliktusnak, ezt ennek kellene lenni, ennek a középnek a kiinduló pontjának. Már csak azért is, mert az a szokásos mentalitás, hogy egy konfliktusban van egy jó meg egy rossz oldal, ez ilyen nincs. Mert ugye a világ nem duális. Azt csak az ellenerők akarják úgy beállítani, hogy van jó és rossz. Ugye a világ az hármas tagozódású, és a világon, ha van jó, akkor az a közép. És a két szélsőség pedig az, amelyik ki akar billenteni minket a középből. Tehát van egy ilyen alapszabály, hogy mindenhol, ahol az életben a dualitást fedezett fel, az rossz, az hibás, ott biztos, hogy az ellenerők vannak jelen. És ez ugyanúgy érvényes a konfliktusra, mint mondjuk a váltóáramra is. Tehát, hogy ez nem csak arra érvényes, hogy egy konfliktusban, hogyha én úgy gondolom, hogy én vagyok a jó és a feleségem a rossz, vagy fordítva, és hogy mi itt, hát most mit bántanak engem, én szegény szerencsétlen folyton bántanak, és nem hiszem el, hogy nekem legalább annyi felelősségem van a konfliktusért, mint a másik félnek, hanem ezt gondolom, akkor ott egyértelműen az ellenerők vannak jelen, és engem ki akarnak vonni a konfliktusból, azt gondolva, hogy én jó vagyok. De ez az élet minden területén így van, a számítógéptől kezdve, ugye, ami szintén ilyen duális, vagy egy kettős számrendszerre épül, a váltóáramig mindenhol felfedezitek az ellenerőknek a jelenlétét, ahol ez a dualitás van jelen. És mindenhol, ahol hármasság van, ott mindenhol a Mikál és a krisztusi erőket találjuk az életben. Tehát, hogyha mi egy konfliktust úgy tudunk nézni, hogy az hármas, és nem jó és rossz, hanem az egyik vagy a másik irányba kibillentett minket, és nem ez, és ezt a duális dolgot elfelejtjük, akkor jó módon gondolkodunk a konfliktusról, és akkor két dolgot kellene igazán magukban kifejleszteni, ami segíthet abban, hogy egy konfliktus megoldódjon. Az egyik az az, amit úgy tudnánk nevezni, hogy tanú pozíció, vagy tanú forma, az tanúként lenni jelen az életünkben. Ez egy olyan minőség, amit egyébként a belső fejlődési úton járók, azok kifejezetten gyakorolnak, és itt alapjában nagyon egyszerű dolog. Mindössze arról van szó, hogy az életem minden pillanatában, miközben teljes mértékben benne vagyok abban a folyamatban, ami történik velem, akár most így is, hogy most beszélek nektek és mondok, mégis képes vagyok, mint egy kilépni magamból, és ránézni magamra, hogy mit csinálok én most ebben a pillanatban. És ebben minden benne van. Benne van az, hogy nézek ki, hogy van a ruhám, hogy van a hajam, milyen hangsúlyjal beszélek, milyen érzések vannak bennem, mindent. Kívülről meg tudok nézni, anélkül, hogy most itt megállnék egy pillanatra, és a gyerekek várjatok, most ránézek magamra. Tehát, hogy folyamatosan az ember képes magát kontrollálni így kívülről, ami azért rendkívül fontos, mert amikor egy beszélgetésben egyszer csak elkezdek ideges lenni, és elkezd idegesíteni, hogy a másik ezt a hülyeséget mondja, már megint jön ezzel, és akkor egyre jobban hergelem magam, és ugye kezd kialakulni az a konfliktus először csak nagyon finoman, de egyre jobban, akkor ha az ember képes így magára ránézni, akkor ezt észreveszi. És hogyha azt mondja az ember magának, hogy én úgy fordulok egy konfliktushoz, hogy abból tanuljak, akkor nem, akkor azt mondom, akkor abba kell hagyni ezt a hergelődést, vagy a magamnak a hergelését, mert az nem vezet sehova, inkább azt kellene megnézni, hogy miért is idegesít az, amit ő mond.
és azzal kellene foglalkozni, hogy abban a helyzetben miért érzem azt, amit érzek, és mit kellene nekem ebben megváltoztatni, hogy ne legyek ideges tőle, hanem arra figyeljek, amit mond. Tehát ez a külső szemlélő ránézés saját magamra, ez tulajdonképpen még ideje korán megállítja az embert abban, hogy belemenjen és belerántódjon a doppelgengere és a másik doppelgengere által egy olyan konfliktusba, aminek akár esetleg van egész öblet lesz a vége. És hogyha ezt meg tudja az ember csinálni, tehát képes vagyok ilyen tanúmódon viszonyulni az életemhez, akkor van a második, ami az úgynevezik, hogy tanuló lényé válni. A tanuló lény ez tulajdonképpen nem más, mint egy olyan ember, aki hajlandó tanulni a saját tetteiből, azaz mindig megnézi, hogy mit csinál, és megnézi, hogy azt a dolgot akarja vagy sem, és ha valami olyasmit csinált, amit nem akar, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy mit kell nekem megtanulnom ahhoz, hogy az történjen, amit én akarok. És ez egy körfolyamat, mert hogyha az embert nézzük, hát ez egy nagyon kövér csomja, mert például ennek folyti kellene. Tehát, hogy ugye van egy gondolat, ugye a szellemi részben, az akkor ugye átmegy az érzéseken, mert folyamatosan érzéseket kell, és akkor végül, amikor elkezdem csinálni a gondolatot, akkor egy cselekedetté válik, és elindít egy folyamatot. És akkor minden cselekedet, vagy minden döntés, ami így a gondolkodás során az emberben jön, minden döntés az egy folyamatot indít el. És akkor zajlik ez a folyamat, és akkor minden folyamatnak mindig van egy eredménye. És általában az, hogy az a folyamat jól zajlott-e vagy sem, hogy úgy zajlott-e, ahogy én elgondoltam, és amit döntöttem, az lett ennek a folyamatnak az eredménye, azt utána meg kell nézni. Azaz rá kell tekinteni arra, hogy mi lett az eredmény, ugye itt van az eredmény, és akkor az eredményből újra gondolatok születnek, mert akkor erre ránézek, de ezek már új gondolatok. És akkor ezeket az új gondolatokat újra meg lehet csinálni. Mert amikor ránézek arra, hogy mi az eredménye, akkor össze tudom hasonlítani azzal, amit szerettem volna, és akkor a tanuló ember, tehát az, aki hajlandó tanulni az életéből, az azt mondja, hogy hát ez eltér a kettő egymástól, ezért kigondolom, vagy gondolkozom rajta, hogy hogyan tudom úgy a folyamat, amit csinálni, hogy legközelebb ne legyek ideges például. Mit kell nekem csinálni ahhoz, hogy legközelebb, ha ezzel az emberrel leülök, ne legyek ideges, és ne kezdjek el vele kiabálni. És akkor azt az új gondolatot legközelebb, amikor leültünk, akkor megpróbálom vele megvalósítani, úgy cselekedni, és akkor elindul egy ilyen körbe-körbe forgás, és gyakorlatilag ez a körfolyamat az, ami kigondolom, megcsinálom, leellenőrzem, visszapillantok, minőséget ellenőrzök, bárminek nevezzük, és újra meg újra így megyek. Ez a tanulási folyamat. Mert hogyha ezt fölülről nézitek, akkor gyakorlatilag ez egy ilyen. Azaz folyamatosan fejlődök és emelkedek. Tehát a tanuló lényé kell válni, és meg kell tanulni, hogy az életünkben, az általunk tanúként megfigyelt eseményekben, ha valami nem olyan, amilyennek én szeretném, akkor arra ránézni, megvizsgálni, hogy mi új gondolatokat alapján új cselekedeteket kidolgozni, és minden egyes dologban, ami az életünkben nem olyan, amit én akarok, hanem valaki más csinálja helyettem, akkor azt a dolgot, azt tulajdonképpen ki kell dolgozni. Na most, végül még van egy fontos dolog, és azt mondom, hogy ez egy bonyolultabb dolog, ezért mindenki csináltam egy ilyen, vegyetek el vele egyet, és akkor ebben így nagyjából le van írva, amit most gyorsan akarok mondani, hogy legyen egy ilyen is, de ugye, mert a következő kérdés az, hogy hát akkor, ha mégis, ne adj Isten, a doppelgengerek győznek, és egy adott helyzetben mégis elindul egyfajta konfliktus vagy valami, akkor mi is lesz?
Mindenki kapott? Elméletek sok van, tehát kell, hogy mindenkinek jusson. Ahol maradt is jó van, köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát gyakorlatilag ugye ebben a táblázatban az a három föld alatti hierarchia szint van a bal oldalról összefoglalva, akikről az elején beszéltünk. Ugye az első három az a luciferi, a második három az az arimani, és a harmadik három pedig az asszúráknak a szintje. Most ami az első oszlopban van, először egy általános dolgot. Ez a három szint, tehát a luciferi, az arimani és az asszúrák szint, az három minőségét jelenti a konfliktusoknak. Az első, a luciferi, az azt mondja, hogy az win-win. Tehát amíg ebben a szférában van a konfliktus, addig mind a két fél tud belőle tanulni is, és mind a két fél nyertesen léphet ki belőle. Tehát úgy lehet befejezni a konfliktust, hogy senki nem érzi sértve magát, senki nem érzi úgy, hogy őt most legyőzték, vagy valamilyen vesztesége volt. Tehát ugye ez a win-win, ez győztes-győztes, tehát mind a két fél elméletileg győztesnek érzi magát egy harc, vagy egy konfliktus végén. Ha azonban ez nem fejeződik akkor be, és ugye belépünk a második háromba, ugye ebbe az arimani szintbe, akkor viszont az már nem win-win, hanem win-lose, azért az a vesztes-nyertes változat. Ez azt jelenti, hogy csak az egyik tud nyerni, és a másik mindenképpen vesztesként hagyja el a porondot, vagy mindenképpen vesztesként lép ki a konfliktusból, semmilyen más megoldás akkor már nem létezik. És ugye most már gondolom, sejtitek, hogy a harmadik, ugye amikor az asszúrák szintjére lépünk, a harmadik szinten már csak a vesztes-vesztes változat van. Tehát ha így se tudjuk befejezni a konfliktust, akkor sajnos mind a két fél, vesztesként fogja elhagyni a porondot, és nincs remény arra, hogy bármelyik is, akkor már valamilyen nyert, jól érezze magát, mind a kettő számára ez egy tragédiává válik. Na most, itt ebben a táblázatban, ha megtalálom, akkor én is mindjárt fogom látni. Ebben a táblázatban az első oszlop az azoknak a föld, a baloldali első oszlopban fölül minden kategóriánál annak a föld rétegnek a megnevezése szerepel, ahogy ezt az ezoterikában, mert ez nem csak az antropozófiában van, így nevezik. Tehát ugye azt mondtuk, hogy mindegyik réteg az három részből áll, ugye az elsőt az ásványi földnek, a második réteget folyékony földnek, és a harmadikat pedig levegő földnek nevezik, vagy légföldnek, ez attól függ, hogy éppen hol és milyen módon beszélünk róla. Ugye, és itt egy ilyen pár jellemzőt már odaírtam, hogy az ásványi földnél ugye arról van szó, hogy mi a dolgok megkeményednek és bemerevednek, ugye fizikai ilyen tulajdonságok jelennek meg a gondolatokban és a kapcsolatban. Aztán utána a többinél is odaírtam egy pár jellemzőt arra vonatkozólag, hogy mi is történik ebben. De hogyha nézzük, ugye azt mondjuk az első szinten, az ásványi földnél, ott az ellen angyalok vannak. Ugye azt mondtuk, hogy angyalok, ellen arkangyalok és az ellenárhék vannak. És tulajdonképpen ekkor a két ember közötti kapcsolatban csak ilyen nagyon kis irritáció van. Tehát egy kicsit idegesít, amit a másik mond. Ugye nem nagyon értem, amit akar, hogy miért mondja ezt, vagy miért érzi ezt. Olyan furcsa számomra ez az egész. De ez még az első szinten itt még mondhatnám úgyis, hogy ez az ellentét, ez még ilyen mosolyogva történik, hogy mindenki mosolyogva néz a másikra, és igazán nincsen feszültség, nincsen harag. És hát az ember, hogyha ez így tovább, és megyünk tovább, akkor ugye elérkezünk a második szintre, a folyékony földnek a szintjére, ahol már az ellen arkangyalok vannak.
ebben a szinten már elkezdődik egy vitatkozás. Az, hogy elkezdem védeni az én álláspontomat, és elkezdem támadni a másik embernek az álláspontját, és megpróbálom bebizonyítani, hogy az, amit én mondok, az a helyes. És ebből egy ilyen enyhe kis konfliktus keletkezik, amiből még mindig ki lehet lépni, azzal, hogy rájövök, hogy miért mondja így, meghallgatom a másikat esetleg, vagy megpróbálom megérteni, kérdéseket teszek föl, de ha nem lépek ki belőle, ugye akkor automatikusan megyünk lejjebb, és akkor ezek az erők, a doppelgengerek elsősorban, ugye húz lejjebb, és akkor leérkezünk az ellenárhéknak a szintjére, ugye ez a légföld, vagy levegőföld. És ugye ez már olyan, hogy rájövök arra, hogy akármit is mondok, ezt az embert én nem fogom arról tudni meggyőzni, hogy az a helyes, amit én mondok, és elkezdtek gondolkozni rajta, hogy mi a fenét tudnék csinálni, hogy legyőzzem őt, és hogy ő is azt mondja, amit én gondolok helyesnek, ugye, mert hát nyilván az a helyes, amit én mondok, és amit a másik mond, az a téves. És ezért aztán ugye ez egy olyan pont, amikor az utolsó lehetőség arról, hogy az ember kilépjen a konfliktusból, mert ha itt nem lépünk ki, ugye, akkor ezzel elveszítjük azt a lehetőséget, hogy mosolyogva váljunk el egymástól, és továbbra is barátok maradjunk. Mert ha én elkezdem ezt komolyan venni, hogy nekem valamilyen más módon kell őt legyőznöm, mint sem így egy ilyen vitában beszélgetni vele, akkor gyakorlatilag elérkezünk automatikusan a következő szintre. És ugye ez a vízformaföld, vagy más néven formaföld. Ugye itt az ellenforma erők vannak jelen, ugye azt, amit az előbb mondtunk. És ugye ez azt jelenti, hogy teljesen vakká válik az ember a másik embernek a véleményével kapcsolatban, és tulajdonképpen mind a kettő megpróbálja legyőzni a másikat, és akkor itt már elkezdek vádaskodni, tehát nem azt mondom, hogy amit ő mond az rossz, hanem azt mondom, hogy ő egy hülye, meg hogy ez lehetetlenség, hogy ilyeneket mond. Tehát elkezdem mindenféle jelzőkkel, meg mindennel vádolni, olyan dolgokat mondok rá, ami valójában nem is igaz, csak én gondolom, vagy kitalálom, vagy valahol hallottam. Tehát, hogy elkezdődik egy olyan hazudozás, aminek, hogyha szigorúan veszünk, ahhoz semmi köze nincs, amiből ez egész vita elindult, abból, hogy ő más gondol valamiről, mint én. De mivel nem tudtunk kiszállni az elején, ezért ugye most már úgy érezzük, hogy le kell győzni a másikat, és megpróbálok embereket meggyőzni arról, hogy nekem igazam van abban, hogy ő olyan, amilyennek én mondom. És még ahogy így haladunk lejjebb, ugye elkezdek olyan helyzeteket kreálni, amiben a másik embert úgy állítom be, hogy ő egy rossz, ő a rossz, ő a gonosz, ő az, aki rosszul csinálja a dolgokat. És hogyha itt nem tudunk megállni, tehát nem tudjuk valamilyen módon itt visszaszerezni az önuralmunkat, és azt mondani, hogy állj, és valahogy legalább úgy, hogyha még az egyik is veszített, de legalább úgy kilépni belőle, akkor sajnos tovább eszkalálódik a dolog, és ugye leérkezünk akkor az ötödik szintre, ez a gyümölcsföld. Itt a jobboldali oszlopban, amiket így próbálok mondani azoknak, hogy ilyen rövid leírása van. Ezen a ponton érkezünk el oda, hogy valóban úgy érzem, hogy ez az ember az én ellenségem. Tehát ettől a ponttól kezdve ez már nem egy barátok közötti vita, vagy egy elmérgesedett vita, vagy veszekedés, hanem kifejezetten az ellenségem ellen való harcolást jelenti. És ugye nekem mi a feladatom, hogyha egy ellenségem van, azt meg kell semmisíteni. Ugye először a megsemmisítés ugye szellemi vagy gondolati úton történik, vagy szociálisan, tehát hogy őt lehetetlenné kell tenni abban a közösségben. És nem csak, hogy őt kell lehetetlenné tenni, hanem akkor az emberben megszületik azért, hogy tehát nekem meg kell védeni a közösséget ettől a szörnyűségtől, amit az ember képvisel, és ugye hát ezért aztán mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a közösség így is gondolja, és akkor megpróbálok magam köré csapatot gyűjteni, akik engem támogatnak, és akkor így aztán talán két táborra oszlik a közösség, mert nyilván a másik is érzés, ő is ugyanott tart, mert nem szállt ki belőle, és akkor így aztán sikerül szétbontani egy közösséget két táborra, és ha itt se tudnak megállni, tehát ha itt se jön egy mediátor, vagy nincs valaki, aki észreztéríti őket, és hogy megint visszaszerezik az önkontrolljukat,
akkor tulajdonképpen elérkezünk ugye a tűzföld nevű réteghez, ahol az ellenbölcsesség urai vannak, és akkor itt már elkezdünk stratégiákat építeni arra, hogy a másik embert és az ő köré csatlakozott közösséget hogy lehetne legyőzni, tönkretenni, megsemmisíteni, és gyakorlatilag itt már előkészül az a tényleges fenyegetés, itt készítjük elő azt a stratégiát, amivel magunk alá akarjuk gyűrni őt is, meg az ő mellé állt embereket is, mert hát nyilván azok ugyanolyan rosszak már akkor a szemünkben. És ha ezt kidolgoztuk, akkor lépünk át a következő szintre, és akkor ott már gyakorlatilag a másik ember, mint ellenségnek az elpusztítása a lényeg. Ugye az első szinten mondhatnánk úgy is, hogy azt kezdi nézni az ember, hogy hol lehet az ellenségemnek és az ő támogatóinak kárt okozni. Tehát ott már nem arról van szó, hogy hogy lehet lejáratni meg minden, hanem kifejezetten kárt akarok neki okozni, kifejezetten valamit tönkre akarok tenni az életében, a családjában, bármilyen eszköz alkalmas vagy alkalmazható, lehet névtelen levéltől kezdve feljelentés, rágalom, Facebook, mit tudom én, ezer dolgot lehet kitalálni, és ezeket a stratégiákat az emberek egyik a másik után csinálja meg. Mondhatnám is a katonai kifejezésre, ugye azt mondja, hogy korlátozott csapásokkal megsemmisíteni az ellenfelet. És ami itt egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a csapásokat az ember úgy próbálja csinálni, hogy megpróbálja leszakítani a támogatókról, tehát hogy egyedül legyen, hogy könnyebb legyen aztán legyőzni. És hát közeledünk a legdurvább változathoz, mert a nyolcadik, az ugye, ahol az ellenharmónia urai vannak, ugye ott a fizikai megsemmisítés van. Ott már nem arról van szó, hogy vádaskodjak, meg lejárassam, meg minden, hanem konkrétan fizikai kárt okozzak neki, és ennek a szélsőséges esete az, hogy fizikailag is megsemmisítsem a másik embert. És ugye ez már akkor, amikor egy kocsma előtt verekedés van, és már előveszik a kést, meg a mit tudom én mindenféle fegyvereket, meg mindent, vagy előveszi a pisztolyát, és már lő is. És ez már csak annyival durvább, hogy amikor ez nem sikerül, vagy még tud sikeresen védekezni a másik, akkor érkezünk el a kilencedik ponthoz, ugye ahol a szeretet ellenes lények vannak, ahol a szeretet szellemeinek az ellen lényei, ahol azt mondom, hogy mindegy, inkább én is meghalok, de őt is öljem meg. És ugye ez a háború. Amikor elmegyek egy háborúba, ahol tudom, hogy én is ugyanúgy meghalhatok, mint a másik, de nem érdekel, mert én inkább meghalok, de akkor ő is halljon meg. Tehát amikor már a saját életemet is feláldozom azért, hogy a másikat el tudjam pusztítani, és ez a legdurvább, ami létezik a világban, ez sajnos így, ilyen szintig vannak konfliktusok, amit emberek között, tehát nem csak így országok között, ugye, amit tapasztalunk így szerte a világban, háborúban, hanem emberek között is eljut a konfliktus erre a szintre. És ugye ezt mindenképpen tegyétek el, mert ez tulajdonképpen nagyon szépen leírja azt, hogy hogyan húznak be minket ezek az ellenerők és a doppelgängerek abba a csapdába, aminek a végén akár mi magunk is megsemmisülhetünk, és hogyha az emberben ez tudatosodik, hogy ez a folyamat ez így zajlik le, akkor lehet, hogy ha tudja, és ezt a tanulpozíciót ki tudja alakítani, akkor lehet, hogy időben megállt tud parancsolni, vagy ha nem is vele történik, de a közösségében ilyesmi történik, akkor közbe tud avatkozni, és akár ő, mint mediátor, vagy odahívott mediátor, vagy valamilyen olyan segítő tettel meg tudja állítani, és meg tudja szüntetni a konfliktust még valami kezdeti állapotában, hogy ne jusson el oda egy közösség például, mert ugye például, ha feloszlik egy Waldorf iskola, az gyakorlatilag ugyanaz, hogy megöltük azt a lényt, akit létrehoztunk, és egyben egy kicsit mi is elpusztultunk, és nem csak ő. Tehát, hogy ez nem feltétlenül csak abban van, hogy előhúzzuk és mind a ketten hasba szúrjuk egymást, hanem akár olyanban is, hogy elpusztítunk egy olyan dolgot, legyen a cégiskola, vagy bármi. Úgyhogy elnézést, egy kicsit hosszabbra sikerült, mint ahogy általában szoktuk volna, de úgy gondolom, hogy ha most ezeket így nem mondom el, akkor így sem biztos, hogy teljesen kerek, majd megmondjátok, hogy érthető volt vagy sem, de hogy mindenképpen szerettem volna ezeket a dolgokat elmondani, és akkor, hogyha gondoljátok, akkor ugyanúgy, hogy szoktuk, tartsunk egy 10 perc szünetet, hogy
akkor utána folytatnánk, jó? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!